Sok szeretettel köszöntöm a Karcag Jobbik televízió nézőit. Újra a képviselői Morzsák című műsorunk keretén belül teszünk egy-két nyilatkozatot a mai testületi üléssel kapcsolatban. A mai testületi ülésen gyakorlatilag 24 napi rendi pont megtárgyalása zajlott. Ezen belül számtalan olyan napi rendi pont, ami ugye személyiségi, tehát bérleti díjak, stb. Stb. Névhez kötők, ezekkel nem is akarnék különösebben kitérni. Minden olyan kezdeményezést támogatunk nyilvánvalóan, amelyik a lakosság, az emberek, a vállalkozók érdekeit szolgálja. Ezekbe természetesen igennel szavazzunk. Érdekes ez a mai testületi ülés, ez azon ritka testületi ülések közé tartozik, ahol gyakorlatilag minden napi rendi pontban igennel szavaztunk. Elmondanám, hogy végül is 100%-ban nem értettünk egyet mindenben, de nagy vonalakban igen. Annyit azonban feltétlenül el kell így kamerán keresztül mondani ezzel kapcsolatban, hogy a második napi rendi pont a kórház pénzügyi beszámolója, és az azzal kapcsolatos dolgok, amelyet a igazgató úr, dr. Nagy Mihály kiegészített szóba, az arról szólt, hogy ugye a kórházban gyakorlatilag most három osztály megszűnik, ez a szemészet, a fülorgége és a bőrgyógyászat. Gyakorlatilag pozitívan festette le a helyzetet a nagyfőorvos úr, de azt minden esetre hozzá kell tennem, hogy nekem az a gyanúm, hogy azért az osztálybezárások majdan munkahely megszűnéssel fognak járni. Ezeknek a munkahelyeknek a megszűnése és az innen elbocsátásra kerülő emberek sorsa egyelőre ismeretlen. Sok ismeretlen van még egyébként itt a kórház jövőjére nézve. Nem tudjuk, hogy hogyan s mint alakul a kórház sorsa. Annyit biztosan tudunk, hogy gyakorlatilag május 1-ével állami kézbe kerül, és az állam tulajdonaként fog tovább működni a karcagi kórház, hogy az állam majd milyen osztályok és milyen módon és hogyan, mit szeretne erre a kórházra bízni, és ez hogyan fog működni, erre hogyan lesznek források, azt senki nem tudja előre. Igazándiból a Kapusi Lajos, dr. Kapusi Lajos képviselőtársam megfogalmazása talán a legtalálóbb, ami ezzel kapcsolatban elhangzott: sötétbe tapogatózunk. Körülbelül ez a valóság a kórházzal kapcsolatban. Senki nem tudja, hogy valójában hogyan és mint alakul a későbbiekben a sorsa. Annyit minden esetre látható, és látunk most is, hogy nagy átszervezések vannak a közeljövőbe, illetve hát a tulajdonosváltás. Ugye a tulajdonosváltás mellett még egy néhány gazdasági kérdés is felmerül, majdnem szeretnénk azért pontosan látni, hogy az a iszonyatos pénz, amit eddig úgymond pályázati pénzből és egyéb pénzekből a kórházfelújításra fordított a város, az ugye hát jelen pillanatban a város állama, a város adósságát növelő összeg, ezzel mi fog történni, illetve azokkal az önrészekkel, illetve pályázati pénzekkel, és azokkal a nem kevés összegekkel egyébként, ami feltétele volt ezekhez a pályázati pénzekhez való jutásnak, hogy azok majd hogyan térülnek meg, vagy megtérülnek-e a városnak. Igen nagy összegekről van szó, hát majd meglátjuk a későbbiekbe. Én most egyelőre ennyit szerettem volna önöknek elmondani, köszönöm a figyelmüket. Tisztelettel köszöntöm én is a Karcag Jobbik televízió nézőit, mint képviselőtársam én is több napi rendi pontról szeretnék szót ejteni, illetve olyan kérdéseket szeretnék felhozni, amelyek több embert is foglalkoztatnak. Rögtön az első, ami bár napi rendi pontok között nem volt, de végül is kérdéssel fordultam
a önkormányzathoz, polgármester úrhoz, illetve magához a hivatalhoz is. Ez lényegében a társasházaknak a használati rendjéről, illetve módjáról szóló kérdés volt, amelyben azt a problémát vázoltam, miszerint több megkeresés érkezett hozzám is, de úgy vettem észre a szünetben a képviselőtársaim elmondás alapján hozzájuk is, miszerint az önkormányzati bérlakásokban élők, tehát az önkormányzati bérlők, akik társasházban laknak, nem mindegyikük természetesen, hiszen tisztelet a kivételnek, olyan magatartást tanúsítanak, amely nagyjából a megfelelő együttélés szabályait sérti, illetve sok más lakónak az érdekeit is sérti. Hogy ugye ne lejtsük véka alá, ezek gyakorlatilag olyan magatartások, amit a társasházon belül ezeket a lakásokat használók, hát a másik zavarása mellett tanúsítanak, szemetelés, a közös részek, közös használati részek piszkosan tartása, elkoszolása, ami nem is került szóba, de jelzésként érkezett, hogy ugye már ezeken a helyeken dohányozni nem lehet, és jellemzően ezeket a lépcsőházakat, illetve a közös részeket dohányzásra használják, illetve a kutyáikkal, illetve egyéb állataikkal különböző ugye szemetelő tevékenységet végeznek. Ez ugye praktikusan látja mindenki, nagyon-nagyon megkeseríti egy-egy lakótársnak az életét, és abban az esetben, amikor az önkormányzat ugye ezeknek a tulajdonosi jogoknak a gyakorlója, és a bérlőt is eként fogadja oda, úgy gondoltuk, hogy az önkormányzatnak valamit tennie kell, hogy ezt a rendet fenntartsa. Így hát javasoltuk, hogy ebben az esetben végezzen az önkormányzat egy felmérést el, miszerint milyen használatban vannak ezek, megfelelően használják-e az önkormányzati bérlők ezeket az ingatlanokat, illetve hogyha tapasztal esetleg az önkormányzat valamilyen zavaró tevékenységet, akkor hívja föl az ott tartózkodóknak a figyelmét arra, hogy hogyan kötelesek élni, ugyanis ugye házirend vonatkozik ezekre az ingatlanokra, a közös használatú részeknek a használatára, amelyet mindenkinek meg kell tartani, ez egy teljesen jogos elvárás, azt hiszem a mai világban, ha közösen használnak emberek ingatlanokat, akkor mindenki az egymás legkisebb zavarása nélkül köteles, illetve hát jogosult is ezt használni. Tehát erre vonatkozóan mindenképpen egy szignalizációt próbáltam eljutatni az önkormányzathoz, miszerint ez egy létező probléma, és nagyon is fontos, hogy ezzel az önkormányzat foglalkozzon. Polgármester úr azt mondta, hogy ő név szerint nem tud senkiről, akinek ilyen problémája lenne, így hát arra kért mindenkit, hogy keresse meg polgármester urat az, akinek ilyen problémája van. Tehát az újabb fejlemény ebben az volt, hogy a szünetben pár képviselőtársammal sikerült beszélni, akik utcaházszámra is pontosan megmondták, hogy nekik például milyen tapasztalataik vannak, és hogy honnan érkeztek be ilyen jelzések. Én úgy gondolom, hogy polgármester úr elmondásával ellentétben ez egy igenis létező probléma, és mindenképpen tennie kell valamit az önkormányzatnak ennek a problémának a kezelésére. A másik képviselőtestület előtt lévő napirendi pontot több helyen is érintette a szabálysértési törvénynek a módosítása. És új szabálysértési törvény, új eljárási rend, új hatáskörök, illetékességek lesznek megállapítva, illetve már vannak is megállapítva, de ezeknek hatályba lépése most már hamarosan várható. Ennek megfelelően a város több helyen is módosította a hatályban lévő rendeleteit, és ezek közül talán az egyik legfontosabb, ugye ez a közterület használat, illetve magának a közterületen való szemetelésnek, illetve a közterület rendjének a rendeletét érintette, amiben egyetlen egy nagyon fontos, és csak azért jegyzem meg, hogy lássák, hogy ugye, hogy működik a mai gépezet, illetve maga a törvénygyár, ami működik az országban, egy nagyon komoly, aktuális problémát fog felvetni. Ugyanis a korábban a közterület fenntartása, a közterület rendjének a fenntartása, a közterület felügyelőknek ugye az egyik feladata is volt, ennek a fenntartása, illetve az ellenőrzése. Ezeket ugye az önkormányzat a közterület felügyelők útján gyakorolta, ellenőrizte. Úgy tűnik, hogy ez a szabálysértési jogkör, ami az eltérő használat, úgymond akkor a rendetlen közterület használat után járt, ez a szabálysértési jogkör, ez gyakorlatilag a városnak a keretéből, a város hatásköréből elkerül, és innenstől kezdve még egyelőre nagyon nehezen látható, hogy milyen hatáskörbe kerül, de úgy tűnik, hogy ez a hatáskör odébb fog tolódni. Így tehát sajnálatosan mondhatjuk azt, hogy a közeljövőben, és ez már nagyon közeli jövő, a közterület felügyelők nem lesznek jogosultak az ilyen jellegű bírságolásokra, és ennek megfelelően úgy tűnik, hogy eltűnik egy olyan szankció, eltűnik egy olyan kényszerítő eszköz, amellyel a megfelelő közterületen való viselkedést lehet kontrollálni. Én úgy gondolom, hogy azért az önkormányzat cselekedni fog, vagy maga a hivatal ezt már észlelte, és megpróbálja majd megkeresni azokat a más egyéb
törvényi, illetve rendeleti rendelkezéseket, amelyek alapján mégiscsak helyreállítható vagy fenntartható ez a rend, de azonban úgy tűnik, hogy ez jelenleg több törvényi hivatkozásra is utalhat, ugye a hulladékgazdálkodásnak a rendjére, stb. Tehát ugye ezekben az esetekben csak egy kicsit bonyolultabbá is teszi ezt a folyamatot. Tehát úgy gondolom, hogy ez a Magyarországon most található viszonyokat nagyon jól jellemzi, hogy egy törvénygyárban, egy folyamatos módosítási kényszerben lévő kormány bizony hozzányúl olyan területekhez, amik helyben jól működtek, amiben a helyi rendet jól fel lehetett tartani. Ettől nem volt szemetes az utca, ettől nem voltak illegális szemétrakók, és ez volt ugye a közterületfelügyelőknek az egyik legfontosabb munkája. És ehhez képest ugye nem azt mondom, hogy munkanélkül hagyták ezeket a személyeket, azonban szankció nélkül hagyták azokat az embereket, akik ezt a rendet nem hajlandók betartani. A másik, amit egyébként képviselőtársam is említett, az maga a kórháznak, ugye az átadás átvétele. Itt csak egyetlen egy dologra szeretném felhívni a lakosságnak, illetve bárkinek, aki erre érdeklődést tart a figyelmét, hogy valóban szükséges lesz, és ebben úgy tűnik egy nagyobb társadalmi összefogásra van szükség, hogy átlássuk mindazt az átadás átvételi folyamatot, ami a jó ideje önkormányzati fenntartásban lévő kórház, illetve a most már állami fenntartásba, illetve a GMC és TESZ fenntartásba átmenő fenntartást, nem is tudom, hogy halmozódnak ugye a szavak, annyira néz ezekről beszélni. Tehát ezt az átállást, ezt a jogoknak az átszállását nagyon hathatósan meg kell vizsgálni. És ebben én úgy gondolom, hogy a legcélra törőbb az lenne, ha a nyilvánosságot legszélesebb körben fel lehetne használni. Mondván, hogy ez volt az önkormányzat alatt, ilyen tartozásaink voltak, ilyen pluszaink voltak, és így működött a kórház. És ezt adjuk át, és ezt veszik át. Mert meg kell nézni, hogy mik lesznek azok a tételek, amik akár hanyagságból, akár szándékosan különösebb kárt fognak okozni, akár önkormányzati, akár állami oldalon. Meg kell nézni, hogy a lehető legtisztábban lássuk, hogy mik azok a jogok, kötelezettségek, amik tényleg át fognak szállni, ahhoz, hogy sem az önkormányzat, sem az állam ne járjon rosszul azon, hogy ez a tulajdonosi változás, vagy üzemeltetői változás ebben az esetben bekövetkezik. És még egyetlen egy dolgot szeretnék elmondani, egy örömteli hír. Talán úgy néz ki, hogy lehetőség van a Kutenúti óvodának pályázat útján való felújítására, és ezzel szeretnék rámutatni arra, hogy a jobbikos képviselők, mi nem szoktunk semminek egyébként az akadály ellen, tehát egy olyan pályázat jön be, amilyen pályázati lehetőség most is bejött és rendelkezésre áll, azaz az önerőnek a lehető legkisebb részre szorítása történik benne. Tételesen, ha 120 millió forintos pályázatból 6 milliót kell fizetni az önkormányzatnak, bizony azt lehet támogatni, sőt azt kell támogatni. Abban az esetben mondtuk mi mindig, hogy egy fejlesztés, egy beruházás nagyon-nagyon veszélyes, amikor túlzott önerővállalás volt. Tehát én úgy gondolom, hogy a közeljövőben is a Jobbik és a Jobbik képviselők támogatni fogják azokat a fejlesztéseket, amelyhez a legkevesebb önerőkkel, és egyébként produktív és előre haladó fejlesztés jelentenek a városiban. Köszönöm szépen!